Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hétember, és a Hétember nem más, mint Bódz Zoltán. Szervusz, üdvözöllek! Hogy ragadt rád ez a vadállat? Befogó, elfogó? Hát azt tudni kell, hogy ilyen szakma Magyarországon, hogy vadállatbefogó nincsen. Ezt a 90-es évek végén, mikor elkezdtem aktívabban szerepelni a médiába, az újságírók ragasztották rám, hát így el lehetett adni a cikkeket, ugye azokról az állatokról, amiket befogtam, illetve hát rólam, és akkor így lettem az ország vadállatbefogója. Az, hogy vadállatbefogó, az egy kicsit tág fogalom, ugye az emberek gondolhatták, az is farkasokra, medvékre, mindenféle olyan állatra hívhatnak, vagy oroszlára, megszökött oroszlára, de ilyenre nem. Tehát én hüllőkkel, kétértőekkel foglalkozok, így is írtam alá szerződést a katasztrofédelem főigazgatósággal már 21 éve. Tehát, hogyha valakitől megszökik egy engedély nélkül tartott kígyó, vagy esetleg... engedélye. Hát, vagy engedélye, bár akinek engedélye van, onnan nagyon nehezen szöket meg, hiszen azt ellenőrzik is a hatóságok, tehát ott mindenféle törvény által leírt biztonsági óvintézkedést be kell tartani, és azt ellenőrzik is, tehát a törvény nem csak az állattartót, illetve nem csak az állattartót, na most ebben belegabba jöttem, elég rendesen. Nem csak az állattartót ellenőrzi, hanem magát ugye az állatot is mennek ki, mert ezeknek a veszélyes állatoknak csippel kell, hogy el legyenek látva, és viszik a csipleolvasót, leellenőrzik a csippet. Na most itt még azért az elhullást is be kell jelenteni, és hát megnézik azt, hogy a terrárium az zárható-e, illetve hát mindenféle figyelmeztető tábla van-e az ingatlanon, hogy emberéletre veszélyes állatot tartunk. Ugye ez a törvény előírja, akik feketén tartják ezeket az állatokat, azokkal van a probléma. Mert ők hát fogalmuk sincs róla, hogy mit tartanak, van egy kis miért pénzük. Miért tart az ember feketén? Mondjuk miért akar egy pitont, vagy egy, nem tudom mit, egy mérges kígyót, vagy bármi, viszont úgy, hogy fogalma. Te mondtad, hogy hozzá nem értük bátorságával. Jól mutat, vagy divat, vagy miért? Divatba jött a veszélyes állatok tartása 10-15 évvel ezelőtt, és most már mindent be lehet szerezni. Tehát nagyon széles a paletta, valakinek van egy kis pénze, tehát kinyitja a laptopját, megnézi, a szomszédos országokból, főleg most már nincs határellenőrzése, pillanatok alatt be lehet hozni egy csörgőkígyót, egy fekete mambát, skorpiót, bármit, és oda tényleg csak pénz kell. És nem is olyan sok pénz sajnos. Viszont, hogyha engedélye szeretnénk tartani egy 50 ezer forintos csörgőkígyónál az ellenszérum, amit ugye a törvény előírja azt is, hogy érvényes szavatosságú ellenszérummal kell rendelkezzél, amit a hűtőszekrénybe kell, hogy tartsál, 1.600.000 forint. És azt hamarabb kell megvásárolnod, mint magát a kígyót. Ha az megvan, ellenőrzik, és hogyha minden rendben van, akkor jöhet az állat. Na de hát ki fog, ugye, pár ezer forintos mérges kígyónál ki fog megvásárolni ellenszérumot, főleg hogy az, hogy én divatból szeretném tartani, úgy vannak vele. Na itt kezdődik a probléma. Megmarja a kígyó, bekerül a kórházba, Magyarország nem egy mérges kígyóba bővelkedő ország. Igen, ott kaparják egy kicsit a fejüket. Hát ott gondolkoznak, hogy mit is kéne csinálni. Első körben felhívják az állatkertet, mert ott azért tartanak elég sok mérges kígyót, és nekik van szérumok, de ha nincsen szérum, vagy nincs állatkert. Vagy nincsen állatkert. Hát állatkert ugye az nem kell, hogy nyitva legyen, mert ott a hüllőházból azért ki lehet adni az ügyeletesnek, illetve hát mentő el tudja szállítani. Jó, hát csak ezt úgy gondolom, hogy mondjuk, mit tudom én... Vagy nincs az állatkertben mondjuk egy fekete mamba, ami megmart az életet. Kislapos falván valószínűleg kevés állatkertet talál hirtelen. Akkor viszont a bécsi vagy a párizsi állatkertet hívják fel, és onnan jön helikopterrel az ellenszírum, ez mind az adófizetők pénzéből megy, hát ugye ezt a TB nem támogatja. Tehát itt igazándiból nagyon mélyen bele kell nyúlni akkor a zsebbe, hogyha egy ilyen baleset történik. Zoli, amit mondtál, csak hogy végig gondolom a dolgot, hogy valaki azért vesz mondjuk egy ilyen mérges kígyót, vagy skorpiót, vagy teljesen mit sem, hogy amikor megjönnek a rokonok, barátok, ismerősök, akkor ütöges egy üvegfalat, hogy nézd, hogy nekem mi van. Megnézik az etetés, sokkal izgalmasabb, mint a különböző természetismereti csatornákon, és megnézik élőbe, aztán, hogyha nem mérges kígyóról van szó, bár olyat is hallott, hogy mérges kígyóról volt szó, akkor kivette kézbe, megmutatta, akkor történik a baleset általában, és ez egy ideig, óráig ez működik is, mert nagyon vagány dolog, hogy nekem egy csörgőkígyó van a hálószobában, vagy esetleg egy skorpió. Aztán utána kimutatkozik az a szakértelem hiánya, mert amíg még pici lehet hurkapálcikába terelgetni, aztán amikor már megnő, nagyobb lesz, akkor nem lehet hurkapálcikába terelgetni, és bizony takarítani is kell, mert eszik az állat, ürít az állat, ugye azt az állatot ki kell venni a terráriumból, oda már azért kell valamennyi szaktudás,
ennek hiányában nagyon gyorsan bekövetkezik a baleset. És hogyha szerencséje van az illetőnek, akkor élben marad, maximum pár végtagját veszíti el, ugye amputálják, de ha nincs szerencséje, akkor bizony sajnos meghal. És ilyenkor vannak az igazán felelőtlenek, akik mondjuk beszereznek egy ilyen állatot, az egy picit megnő, és mondjuk, mit tudom, születik egy gyerek, és annyira felelős, hogy mit tudom én, a gyerek van a családban akkor, vagy jön egy házi kutya, és nem szeretnék, hogy eredel legyen, és akkor csendesen elengedi. Mert nincs benne chip, ugye? Uh-huh. Nincs bejelentve, nincs benne chip, senki nem fogja megtudni, hogy kié volt ez az állat. A jobb hangulat az elengedi játszótéren, a normálisabb az meg talán elviszi az erdőbe, hogy ott fagyjon meg. Ebben az időjárásban biztos, hogy automatikusan el fog pusztulni az állat, de hát az se jobb, tehát sehol sem egy ilyen állatot elengedni, tehát tényleg egy veszélyes csörgőkígyót, akár kobrát, aligátor, teknős, skorpiót, tehát 20 év alatt számtalan olyan eset volt, amihez riasztottak engem ugye a rendőrök, amikor közterületen tényleg effektíven életveszélyes állat volt, aminek semmi keresnivalója nincsen egész Európában, nem úgy Magyarországon, Európában sincs keresni. Azt mondtad, hogy ilyen divat a skorpió, meg a csörgőkígyó, de hogy említetted, tehát egy aligátor teknőst, és itt hurcolásznak össze-vissza, vagy... Hát ezeket az aligátor teknősöket, mikor még nem volt ilyen szigorú állatvédelmi törvény, a 90-es évek végén még meg lehetett vásárolni. Ezek ilyen 3-4 centis kis baby, kis tini ninja harci teknősök voltak, megvették az emberek pár ezer forintért, hazavitték. Azok az állatok, amiket most közterületekről, illetve Dunából, patakokból, folyókból befogunk, ezek mostanra értékel ezt a 10-15 kilós súlyt, amikor már nem olyan cukik, amikor már a parfisnyelet is ketté tudják harapni, ugye innen is kapta nevét, hogy aligátor teknős, mert borzasztó erős a harapása. És hogyha riasztanak téged, ugye hát az egész országot tudják, hogy téged kell hívni, legalábbis a hatóságok minden esetben, megtalálod az állatot, befogod, mondjuk maradjunk itt az aligátor teknősnél. Utána mi lesz az állat sorsa? Az állatkertbe kerül. Az állatkertbe karanténoztatják, megvizsgálják, és a további sorsáról ott döntenek. Uh-huh. És akkor ők döntik-e, hogy továbbadják-e másik állatkertbe, így van. Vagy ők így állítják ki, így van. Így van. Nem hát jó szó, hogy kiállítják, hát tartják. Van rá példa, hogy például egy befogott tigrispitont, egy 3 méteres tigrispitont, amit 2008-ban fogtam be a 18. kelet egyik plébániájánál, éppen a plébános úr macskájával szemezett, amikor ugye a rendőrök szóltak nekem bejelentés alapján, és ők vittek ki, az utolsó pillanatban tudtam elkapni magát a kígyót, és őbe került az állatkertbe, és az út, és ott éli boldogan az életét. A hülyeség a kérdés, hogy nem-e veszélyes-e, biztos, hogy veszélyes ez a dolog. Honnan jött az indítatás? Mert azt olvastam rólad, hogy gyerekkorodban hazavittél, nem tudom hány gyíkot, vagy kígyót, vagy mi az is, te arra jelentettél? Hát mindent. Amit tetted, de olvastam a jó pofa sztorit, hogy 20-at vagy 30-at sikerült? Hát 20-30 darab gyíkot fogtam össze egy nap alatt. Igen. És hazavittem. Ugye édesanyám nem tudott róla, mert ő viszont irtózott ezektől az állatoktól, nem nagyon kedvelte a hüllőket. Minden de azért öröktől hazavittél 30-at, hogy érezted tőle egy törődés. Eldugtam egy kis cipős dobozba, hazavittem, bedugtam az ágy alá. Addig a rémülettől meg sem mozdultak. Na de helyett éjszaka, amikor nagy csend volt, elindultak. Na hát reggel egy hatalmas nagy sikoltozásra ébredtem, édesanyám sikított egyet, kimentem, és ahogy plafontól kezdve mindenhol gyíkok futkároztak, és mondta anyukám, na akkor én ezt most összeszedem. Két hétbe tellett, amire összeszedtem ezt az összes gyíkot. Akkor kezdődött az ifjú vadállat befogó karrierem mondhatni. Saját magadnak teremtetti piacot. Hát saját, igen, saját magamnak. Egyéb iránt, hogyha már ott tartunk, hogy felelőtlen állattartók, és ezek a veszélyes állatok. Ha valaki ezzel valójában korrektül akar foglalkozni, akkor hova forduljon? Tehát van-e olyan hely Magyarországon, most mondok hülyeséget, ahol mondjuk élő közelben megláthatja azt az állatot, akivel egyébként akarna foglalkozni? Hát különböző szakok vannak, amiket indítottak, például az állattenyésztői szak, és akkor oda állattenyésztő, kisállattenyésztő, biológus, állatorvosi asszisztens, állatgondozó. Onnantól kezdve ugye megszerzi a papírt. Bekerül például, most mondok egy példát, állatkertbe gondozónak. Szerez gyakorlatot is. És hát ugye onnantól kezdve saját magát tudja fejleszteni, tehát megvan ugye a végzettsége, ami feltétlenül muszáj ahhoz, hogy valaki mondjuk veszélyes állattartási engedélyért folyamodjon, ugye szakirányú végzettség kell hozzá. Illetve plusz 3 év szakmai gyakorlat, amit mondjuk vagy állatorvosi asszisztensként, vagy állatkerti állatgondozóként szerzel meg, tehát mindenféleképpen ugye ezt a törvény előírja. Itt meg lehet tanulni az alapokat. Onnantól kezdve
mindenki saját magát tudja. Magát igen. Tehát kiássák honnan, az alapokat, és akkor lehet építkezni. Honnan lehet tudni, hogy egyébként ami állatot én szeretnék, az engedélyköteles, vagy nem engedélyköteles? Hát a magyar közlönyben a lista az közé van téve, ott bárki meg tudja nézni, illetve hát állatkereskedésekben már csak olyan állatok kerülhetnek, hüllőkből is, amik emberéletre nem veszélyesek. Tehát magyarul, aki néz minket, és megy egy állatkereskedés, annak nem kell attól idegeskedni, hogy olyan hüllők kerül a kezébe, amit egyébként utána 1.600.000 forintért egy vakcinával kell. És nem is biztos, hogy elég egy ampulla, tehát általában 6-8 ampullát szoktak beadni, ahhoz, hogy az életet meg lehessen menteni. Ezt nem tudtam. Hát én 8 ampullát kaptam egy egyiptomi kobramarásnál, 8 ampullától. Amikor leállt a légzésem, a szívem, újraélesztettek, 8 ampulla. Nem belemente a részletekbe, de azért kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy sikerült? Mert mondjuk te rutinosan értesz hozzá. Ez egy otthoni baleset volt, a saját kígyóm mart meg. Felelőtlen voltam. Elvonta a figyelmemet egy telefonhívás, amit azóta is mesélek az összes előadásomon, hogy soha nem szabad olyan eszközöket tartani a közelbe, amik elmondhatják a figyelmet, tévét, rádiót ki kell kapcsolni, esetleg a telefont arrébb vinni, mert egyetlen egy rossz mozdulat, itt a másodpercek tört részéről beszélek, és megtörténik a baleset. Nálam is így történt. Fölvettem a telefont. Csörgött a telefonom, fölvettem a telefont, miközben félig az állatterráriumába voltam benyúlva, éppen takarítottam. Fölvettem a telefont, és belefelejtkeztem a beszélgetésbe. És megtörtént a baleset. Nem figyeltem a kígyó oda. Magában nem gonosz? A kígyó nem gonosz. A kígyó az védte a területét, a kígyó nem gonosz, valószínűleg többször is figyelmeztetett, amit én azért nem vettem észre, mert elvonta a figyelmemet a telefonálás. És megkaptam a figyelmeztető marást. Tehát nem egy zsákmány szerzési marást kaptam, csak egy figyelmeztető marást, ami bőven elegendő volt arra, hogy leálljon a légzésem. És ez reggel 8:30-kor történt ez a marás, este 8 órakor már újraélesztettek, és 8 ampulla ellenszérumot kaptam. Amikor az embert megmarja egy kígyó, és mondjuk értés hozzá, az rögtön tudja, hogy azonnal orvoshoz, vagy még úgy van vele, mint a hülyét kérdezek, mint az indián filmek, vagy először még fölvágja, megpróbálja kiszívni, hogy akkor ne legyen gond. Azzal sokan többet ártunk, mint használunk, tehát ezeket a filmeket nem szabad semmiféle készpénznek venni, hiszen hogyha kiszívjuk a mérget, hogyha jobban belegondolunk, akkor bekerül a nyálkahártyába, és a pár lyukas fogunk van pillanatok alatt sokkal gyorsabban felszívódik. Itt különböző technikák vannak, hogy hogyan nyújtsunk saját magunknak ilyen elsőbség adást is lehet, nem elsőbség adást, rosszul mondtam, segítsen meg fogalmazni, Andor, hogy saját magunkat, tehát például egy szorítókötés. Igen, na. Kicsit fáradt vagyok, mert amúgy állatmentésre jöttem, hajnalban mentem állatmentésre, de történt már ilyen nem egyszer, tehát a kobramarásnál nem lehet, mert a kobramarás ugye az neurotoxikus méreg, tehát nem a szövetekre hat. Ott már akkor kezdtem érezni, hogy került belém méreg, mikor a szemeimet, a szemhéjaim lezsibbadtak, nem tudtam kinyitni, elkezdett a fülem zúgni, akkor éreztem, hogy került belém méreg. Mikor például egy csörgőkígyó mart meg engem, akkor maga a végtag elkezdett ugye ödémásodni, elkezdett dagadni, akkor viszont szorítókötést tudunk alkalmazni. Szorítókötést alkalmaztam, felhívtam a mentőszolgálatot, és amíg kiértek a mentők, én lassítottam a méreg felszívódását. Azt azáltal lassítottad, hogy szorítottam? Elszorítottam, igen, de hát annak is megvan a technikája, tehát azt se lehet úgy elszorítani, hogy maga elálljon. Igen, mert akkor sokkal többet ártunk, tehát minimum a mutatójunk alá férjen, ezt negyed óránként egy kicsit lazítani kell, hogy nehogy elhaljon ugye a végtag. Ilyenkor mi fordult meg a fejedben? Hogy ez a rendben az ember elsőnek magára dühös meg, aki hívta, mert ezt szoktam látni színházban is, hogyha valaki éppen megcsörön a telefonja, akkor fölvesz és lebassza, aki fölhívja már pár dolgot, és mondja, hogy hát a legrosszabb időben hívtál. Tehát. Hát az állatra semmiféleképpen nem voltam dühös, mert hát neki semmi keresnivalója nincsen. Egy egyiptomi kobrának Magyarországon mi keresnivalója van? A szabad természetben, hogyha találkozik emberrel, fogja magát és elmenekül. Az elmenekülés akkor fordulhat támadássá, hogyha elálljuk a menekülési útvonalat, vagy sarokba szorítjuk. Ugye itt egy terráriumban nem tud hova menekülni. Automatikusan sarokba van szorítva, de először figyelmeztet, sosem harap először, figyelmeztet, felágaskodik, ugye próbálja nagyobbnak tettetni magát, fújtat, puffog, és még az első két odakapást is csukott szájjal csinálja, hogy megijedjek. Vagy megijedjen, ugye, akit igen. Támad. Hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor viszont jön a marás. De a te fejedben mi játszódott le? Félelem, vagy pedig csak egy ilyen rágyötted a vérhideg profi megoldás, hogy akkor föl kell jönnöm mentőt, addig szorítókötés.
Igen. Nem lesz baj. Tehát érdekes, ezt nagyon sokan kérdezték, az, hogy esetleg meg is hallhatok, az nem fordult meg a fejemben. Pedig hát fokozatosan romlott az állapotom. Percről percre fokozatosan. Amikor bekerültem a kórházba, akkor ugye először lebénultak a végtagjaim. Ez a lábamtól indult, utána már marás után egy 6 órával már a vesém is leállt, tehát akkor katétereztek, és akkor sem, mert az agyam teljesen épp volt, azért, hogy ugye a lábaimat nem tudtam mozgatni, attól még teljesen épp volt az agyam, és egyszer se fordult meg érdekes a fejembe azt, hogy meghalhatok. Akkor már, amikor kezdtem nem kapni levegőt, és nem tudtam a saját nyálamat lenyelni, amikor már segítették a légzésemet, akkor már kicsit azon gondolkoztam, hogy na hát, most felkelek reggel, vagy nem kellek fel reggel, de utána se kép, se hang, tehát utána összeomlottam, és utána már az orvosok dolgoztak rajtam. 8 ampul ellenszélumot kaptam. Mit csináljon az ember, hogyha lát egy ilyen vadállatot? Mert ugye az emberben óvatatlanul az vetődik fel, hogy lát egy ilyen hosszú valami tekergőt, akkor ugyan, mert az első kérdés az, hogy hát akkor hívni szerint a hatóságot, a második meg, hogy ja Istenem, hát biztos hülyének fognak nézni, mert ez biztos egy sikló, vagy tehát hogy nincs az embernek ilyen képzettség, hogy megállapítsa, hogy amit most ott láttad, micsoda, hogy most egy ékszer, talán teknőst azt jobban felismeri, mert annak ilyen harapós ott elől ott a nagy a szája, de hogy mit tegyen az ember? Nagyon fontos, hát ez semmiféleképpen ne nyúljunk hozzá. Egyrészt azt, hogy ne háborgassuk az állatot, még hogyha egy Magyarországon ősonos vízisiklóról is van szó. A vízisiklót nagyon könnyű felismerni, hiszen föntről ránézünk az állatra, akkor a szeme mögött két oldalt, halánték résznél két citromsárga félhódalakú mintázat látható. A vízisiklókat ezt nagyon könnyen meg lehet így különböztetni. Hogyha nem látunk ilyen mintázatot, akkor messziről esetleg a mobiltelefonunkra csinálhatunk róla fényképet, és senki nem fog kinevetni, hogyha felhívjuk a 112-es segélyhívót, mert ott átirányítanak egy szakértőhöz, aki beazonosítja az állatot, és hát jobb félni, megijedni, főleg mostanában, amikor rengeteg emberéletre veszélyes állat kerül ki utcára, és inkább egy ősonos erdei sikló, vagy egy vízi sikló legyen, mint hogy mondjuk egy magánygyűjtőtől megszökött királypiton, vagy éppen egy mérges kígyó. Magyarán akkor ne féljünk ettől, tehát nem fog senki minket kinevetni, inkább szóljunk. Nem. Hát meg ami a legfontosabb az, hogy a kígyót semmiféleképpen ne bántsuk. Tehát ez inkább messziről figyeljük, amíg ki nem érkezik a szakértő, a kígyó nem fog minket üldözni. Tehát ez csak a hollywoodi mozifilmekben van, hogy a kígyók üldöznek, felfalnak, nem fog minket üldözni, ő jobban meg van ijedve, mint mi esetleg, megpróbál majd elbújni valahova, de azzal meg tudjuk könnyíteni a szakértő segítségét, hogy megmutatjuk neki, hogy hova bújt be. Miért volt fontos, hogy könyvet írj saját magadról? Hát úgy érzem, hogy ezt az elmúlt 21-22 évet, ezt ki kellett írnom magamból. Nagyon-nagyon sok minden történt az életemben, amiről eddig esetleg ugye a médiában nem beszéltem, vagy nem beszélhettem, és úgy gondoltam, hogy ezt kiírom magamból, hogy ismerjék meg az emberek az igazi Bódz Zoltánt, az igazi Bódz Zolit, és ne csak azt az embert, akit a tévében látnak sminkbe, mint vadállatbefogó, hanem akkor tudják is meg azt, hogy én honnan indultam, milyen nehézségek voltak kamaszkoromban, amiken át kellett mennem, illetve gyerekkoromban is, és azt, hogy vásároltam meg az első egzotikus állatomat, hogy feküdtem a töltés oldalon, míg mások a játszótéren gyerekként játszottak, fociztak, én a töltés oldalon feküdtem, ámulattal csodáltam a tücsköket, békákat, siklókat, és hát mondhatni, hogy ezek az állatok voltak nekem gyerekkoromban a legjobb barátaim, és de nekem mindig kiközösítettek az iskolákból, mert a kígyós fiú, a bogaras fiú, mindig ezeket a gúnyneveket kaptam, és ezekről a nehézségekről is írok. Tehát minden olyan nehézséget leírok, amiről ugye az emberek nem tudnak, mert nem cikkeztek róla 20 év alatt, meg nem is mondtam el sehol. Én úgy gondoltam, hogy elérkezett az a pont. Ezt főleg magad, az, hogy magadnak írtad? Hát, nagymamámnak ajánlottam ezt a könyvet. Nagymamám ugye már 2 éve nincs köztünk, és minket nagymamám nevelt. Ezt is leírtam, hogy milyen szegény családból származtunk, édesanyám alkohol problémáit, illetve azt, hogy nagymamám hogy nevelt fel utána minket, mikor elkerültünk anyámtól. Ezért szenvedélybetegségeidet is. Igen, azt is leírtam, mindent. Tehát tényleg mindent, őszintén, cenzúra nélkül leírtam mindent, hogy milyen hibába estem. Ez egy terápia volt számodra?
Tehát mit éreztem, amikor elkészült a könyv? Hogy könnyebb lett, nehezebb lett, mert azért óhatatlanul teljes, a saját szemszögedben teljes módon pőrén oda kiraktad saját magad, és nem tudhatod, hogy kiolvassa. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan mélysebek, amik, mikor írtam, mikor jegyzeteltem, akkor le kellett tennem, mert nem bírtam ki, hogy pár könycsepp kijött és összeszorult a torkom, tehát nagyon-nagyon nehéz volt leírnom bizonyos olyan részeket, amikre úgy voltam vele az utóbbi években, hogy jobb, ha nem emlékszik az ember, de bennem voltak, felszakítottam ezeket a sebeket, kiírtam magamból, utána, amikor leírtam, egy kicsit megkönnyebbültem. Azt érzem, hogy most már kiírtam magamból mindent. Természetesen azért még sztorik vannak, állbefogásos sztorik, de a sztorikat olvashatták az emberek is különböző fórumokon, különböző online felületeken, illetve újságokban, vagy éppen hírműsorokban hallhatták. Itt pár sztorit azért beletettem, pár érdekes, vicces, nem éppen vicces, érdekes, izgalmas sztorit beletettem, állbefogásos sztorit, amiről nem beszéltem médiában. Viszont ez a könyv ez inkább arról szól, hogy ki vagyok én valójában. Azokat a visszajelzéseket kaptad, amiről számítottál? Hát mivel a könyv az még csak most fog jövő héten megjelenni, most mindában van. Azért mondom, de hát azóta jó páran tudnak róla. Hogy tudnak róla, hát... Biztos, hogy odaadtad néhány embernek, hogy átolvas, igen, hogy olvassa át. Hát meglepődtek azok is, akik azt hitték, hogy ismernek. Mert mondom, tehát ezekről a dolgokról én nem nagyon beszéltem senkinek. Mindenki látta ezt a mosolygós Bodzolit, azt a vicceskedő Bodzolit, aki a közösségi oldalon. Mire számítasz, hogyha megjelenik a könyv? Hát erre majd én is kíváncsi leszek, mire számítok. Én úgy gondolom, hogy az őszinteség az szerintem a legfontosabb dolog ebben a mai világban. És én szerettem volna, hogy megismerjék azt a Bodzolit, aki én vagyok valójában. Miért fontos az, hogy ismerjenek? Mert úgy érzem, hogy szeretnek engem annyian, hogy megérdemlik azt, hogy őszinte legyek velük. És megérdemlik azt, hogy ne csak a pozitív dolgokat, ne csak a mosolygás, ne csak a viccelődő Bodzolit lássák, hanem lássák meg azt, hogy ténylegesen mit csináltam, milyen hibákba estem én is, bele, ezekről is írtam, a függőségeimről, és arról is, hogy ezt hogy dolgoztam fel, hogy tettem le, hogy álltam talpra, egyszer csak kisütött a nap a szürkeségből, világos lett, elkezdtem pozitívan gondolkozni, és ahogy elkezdtem pozitívan gondolkozni, bevonzottam a jó dolgokat, ezekről mind írok. Azért is kérdezem, hogy mire számítasz, hogy miért fontos az őszinteség, vagy miért gondolod, hogy az embereknek kitárul közben, azért ez óhatatlanul vét, miközben vadállatokkal foglalkozol, a legnagyobb vadállat az ember ellen nem fog védeni. Tehát, hogy fölkészült-e lelkileg arra, hogy nem mindenki azt fogja meglátni benne, hogy ez őszintén leírta. De persze, felkészültem, tehát eddig is kaptam hideget, meleget, tehát az ember, ami most már 98 óta, amióta elindultak a nagy kereskedelmi televíziók, én azóta szerepelek médiában, nem mindenki szeret. Tehát, de hát aki benne van a... Aki a napra megy, nagyanyám mindig azt mondta, hogy aki a napra megy, az ne csodálkozol rajta, hogy meleg van. Na, hát én már nagyon régóta nem foglalkozok a hozzászólásokkal, a kommentekkel, ilyeneket teljesen olvasok, én teszem a dolgomat, én a saját kis életembe koncentrálok. Én engem ez nem érdekel, vannak olyan emberek, akiknek számít a véleménye. Nekik át is küldtem megjelenés előtt a könyvet, hogy olvassák el, és bizony komoly színész emberek is köztük voltak. Most neveket nem mondok, de hát az majd a könyvből kiderül, mert ők is írtak véleményt a hátsó borítóra, és mondták azt, hogy nekik is volt, amikor le kellett tenni, mert elmozsoltak pár könycseppet, annyira megérintette őket ez a dolog. Visszatérünk egy picit ugye a hivatásodhoz. És az, hogy mi mennyire felelőtlenek vagyunk, hogy én még mindig fel kell dolgoznom azt a hírt, hogy egyébként divatból olyan állatokat tartunk, amik egyébként saját magunknak, szomszédnak, meglátogató rokonnak is akár halált is okozhat. Tehát a felelőtlenség. De hát ne lepődjünk meg, hogy ilyen felelőtlenek vagyunk, mert látok embereket mindig maszk nélkül rohangálni, mondjuk csoportos dolgon, tehát visszavonom, nem lepődök meg rajta, de minden esetre furi. Mi ez a fajta vonzódás az exotikus állatok iránt? Hát ezt már többen megkérdezték tőlem. Tehát én egyszerűen, amióta az eszemet tudom, azóta vonzódok a kígyók, békák, rovarok.
Édesapámmal például az volt a programunk, mikor gyerek voltam, minden vasárnap ebéd után, hogy kimentünk az állatkertbe. De célirányosan a pálmaházba mentünk ki, engem semmi más állat nem érdekelt, csak és kizárólag a kígyók, a krokodilok. Mentünk, ámulattal néztem a nagy méretű anakondát, a nagy öreg krokodiltot, és akkor megráncigáltam apukám kezét, és mondtam, hogy apu, nekem egyszer lesz krokodilom. Mosolygott egyet, azt mondta, hogy jó van, persze. És tényleg lett. Most van krokodil? Hát most már nincsen, mert kinőtte a lakást, de mekkora? Hát 210 centisen került el az állatkertbe. Tehát addig tartottam, egész kiskorától neveltem, addig tartottam. Intelligens állat? A gyíkfélék azok okosak. Gondolkoznak, van agyuk, felismerik a gondozójukat, itt direkt nem gazdáról beszélek, gondozójukat, azt, hogy kitől kapják a táplálékot, illetve hát azokat a szokásokat, például, hogyha a medencéje bal oldalán kezded el etetni állandóan, akkor odaszokik a bal oldalhoz, és tátott szájjal ott várja a táplálékot, tehát okosak. Természetesen a teniszlabdát nem fogja visszahozni, hogyha eldobod neki, de hát megvan a magukhoz való eszük, a hüllők. És hüllők közt a legfejlettebb agyal rendelkeznek a gyíkfélék. Hát a kígyókra ez nem mondható el, de amelyik, hát azok egyszerűbbek, amelyik kígyó nálam szerint, odadom neked, az nálad is ugyanolyan szelíd lesz. Aha. Viszont a gyíkfélék azok értelmesek. A hangot, ők már hallják a hangodat, az alakot, tehát nekik már tökéletes a látásuk, egy alakot egy hanggal összekapcsolnak, és hát onnantól kezdve, hogyha elkezded nevelni, akkor természetesen akkor is történhet baleset. Nem mondom azt, hogy nem, mert hogyha olyan napja van, ismerni kell az állatot, de hát ezért kell tanulni, persze. Ez a rutin és a léve, meg néhány harapás. Ha olyan napja van, akkor viszont akkor jobb, hogyha nem mész közel hozzá, de hát ugye együtt nősz az állattal, tehát hogyha elkezdesz egy kis gyíkot nevelni, akkor te is nősz, és te is fejlődsz, ő is tanít téged, te is tanítod őt, ahogy tudod, ugye. Nagyon sokat jársz előadásokra fiatalokhoz. Mennyire befogadva, vagy pedig úgy kezelnek téged, mint egy érdekes gyíkot, hogy a jó pofa aranyos elmondta, köszönjük. Hát a kicsik érdekes, hogy sokkal fogékonyabbak, mint a felnőttek. Viszek magammal pár kis kedvencemet, viszek magammal egy szakállasagámát, egy kisméretű óriás kígyót, egy királypitont, illetve egy afrikai törpesünit. És a gyerekeket érdekli. Ugye nagyon sokan úgy vannak vele még a mai napig is, felnőttek is, nem csak gyerekek, hogy a kígyók nyálkásak. És akkor elmondom nekik, hogy ez nem igaz, a kígyók nem nyálkásak, megérintetik, megfoghatják, és hát ámulattal csodálják, hogy tényleg nem nyálkásak. Meg hát ugye mik vannak a filmekben, a kígyót általában mindig gonosznak állítják be, de amikor megismerik, azt látják, hogy ott fogom a kezembe, megsimogatják, hát van olyan, hogy az előadás után alig lehet elvenni a gyerekektől. És ez azért jó, mert el tudom nekik mondani azt, hogy ha kertbe találkozunk a kígyóval, vagy erdőbe találkozunk, nem kell tőle félni, el kell kerülni, nem szabad piszkálni, hagyni kell, hogy elmeneküljön. Ugye itt kitérek azért Magyarország hüllőire, kétéltőire, ami nagyon-nagyon fontos, és szívügyem, és azok védelmére. És hogyha már egy őshonos erdei siklót meg tudok ezzel menteni, vagy kettőt, hogy a gyerek nem fogja rádobni, vagy a szülő nem fogja rádobni a féltéglát, vagy ásóval megy oda, mert azt látta a hollywoodi mozifilmben, hogy éjszaka biztos bemegy a házba, felfolyja az egész családot, de a gyerek rászól, hogy az Zoli bácsi azt mondta, hogy ők nem bántanak, hagyni kell elmenni. Meg hát ugye azt is elmagyarázom, hogy mi mentünk az ő területükre, mi építkeztünk erdőben, ne csodálkozzunk arra, hogy ott rókák, nyestek, őzikék, siklók, kígyók vannak. Ez az ő területük, ők nem értik azt a kerítést, amit odaépítettünk, ők be fognak menni, mert hát eddig még is ott volt dolga, eddig volt dolga, aztán majd megkeresünk, mit meg hogyan lehet. Igazából, Vivi, nagyon szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást, és hát egy ilyen kis meglepetéssel készültünk, azt idehozom. No. Nem kígyó. Nem. Várj egy pillanatot. Mert ugye, ha kígyó lenne, akkor értelemszerűen már én is felelőtlen állattól lennék. Egy másodperc. De remélem, nem is krokodil, mert nincs több helyem otthon. Semmiképpen sem krokodil, hanem arra gondoltam, hogy a beszélgetés végén engedtessék meg, hogy adjak egy kis visszajelzést a tévé meg leginkább a magam nevével. Méghozzá nem más, mint hogy fogad szeretettel ezt a kis plakettet, amit eddig eldugdostunk. Méghozzá ez a kis plakett nem más, mint a hét embere kitüntető cím. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Fogad szeretettel, és... Ezt látták itt a kamerának, és megmutatom, de jó. Hát nagyon szépen köszönöm, megtiszteltem. És minél több,
minél több akciómentes napot, és sok tanítást kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm. És sok sikert majd a könyvhöz, illetve hát, ahogy mondani szokták, kéz- és lábtörést, mert kigyomanásra már túl vagy. Hát az már ne legyen. Az ne legyen több. Köszönöm, hogy itt voltál, hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hét emberére önök is tehetnek javaslatot. Ki vagy ki legyen a hét ember, mi megpróbáljuk meghívni, és utána beszélgetni vele egy kicsit. Egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.